Én inkább egy ilyen intuitívan dolgozó művész vagyok. Nekem utólag jön le, hogy miért csináltam ezt, miért döntöttem így vagy úgy. Magyarországon embereket festettem, akik üveg mögött álltak. Üvegen keresztül láttam a világot, mert végül is én nagyon igyekeztem magyar lenni, de mindig hollandnak tekintettek engem, mert Hollandiába jöttem, tehát ez maradt meg. Hát akcentussal beszéltem, ott tanultam meg a nyelvet. És tehát ez a nem érintkezés, illetve az elszigeteltség, ez egy ilyen központi téma a munkámban. Hollandiában nőttem fel, az édesapám magyar, az édesanyám német, és a rendszerváltás után Magyarországra mentem, mert egyrészt kíváncsiságból, másrészt Hollandiában nem igazán otthon éreztem magam. És amikor Magyarországra mentem, akkor ez egy ilyen megnyilvánulás volt. Az emberek ki tudták ejteni a nevemet, úgy volt, mintha volt egy hovatartozásom. De furcsa módon, mióta Berlinbe jöttem, itt sokkal inkább magyar vagyok, mint Magyarországon. Tehát most mindenki azt kérdezi, hogy mi ez a név, Dénesh, Ghyczy, vagy hogy kell ezt kiejteni. És itt magyar vagyok, végül is, végre. Az az érzés, ez a hova tartozás, illetve nem hova tartozás, szerintem ez tükröződött a munkámban. Tovább fejlesztettem ezt a témát, és végülis most egy olyan ponthoz jutottam, ahol már nem valamint keresztül látom a világot, nem üveg mögött állnak az emberek, hanem mintha mögé szeretnék nézni, tehát mintha elkaparnék ezt a felületet, és egy olyan folyamatra, egy ilyen current, folyásra akarom rámutatni, ami a dolgok mögött van, ami olyan, mint egy ilyen alapzaj. Így is dolgozom, tehát először csinálom egy absztrakt képet, ami olyan, mint egy tehát ecsetvonásokból épül fel, ami végig is egy intuitív folyamat, ami spontán készül, és erre ráfestek egy ilyen vizuális, felismerhető képet, ami egészen eddig mindig emberek voltak, akik egyedül voltak a saját világukban. De az a kép, ami itt készült, érdekes módon egy fordulópontnak tekinthető, mert egyrészt van a legnagyobb festmény, egy fali festményen kívül, ez most egy 3 méteres kép, és 2 ember van rajta. De még sincsenek együtt, mert az egyik kint áll, a másik bent. Tehát 2 nő van a képen, az egyik kint van, benéz, és nyilvánvalóan nem látja a másikat. Tehát ez ugyanaz a helyzet, mint amit én itt éreztem. A motívum választása nagyon egyértelmű volt számomra, mert itt van, valamit akartam az épülettel csinálni, az adottságokkal, és itt van ez a nagyszerű panoráma ablak, ez az üveg, ami földszinten, utcaszinten van, tehát mondom olyan, mint egy színpad számomra, és a terem, ami mögötte van, olyan, mint egy ilyen zárt doboz, amiből ránézek a világra. Nagyon örültem annak, hogy Harald Büchel itt fellépett, hogy koncertet adott. Még nem volt teljesen kész a kép, de szerintem ez egy jó háttér volt. Két darabot adott elő, ami konkrétan az én művészetemre azzal a tekintettel lett írtam meg, és ezt én teljesen meg voltam hatódva.
De szerintem egyértelmű a kapcsolódás, ez az ismétlődés, ez a repetitív dolog, tehát az a háttér, amit itt most ebben a festményben is megvan, ez olyan, mint egy ilyen partitúr, de ezek is rezgések, ebből áll fel az egész világunk. Nekem nagyon jó volt ez a rendszer, ez a rendszeresség, hogy idejöttem naponta, egykor idejöttem, és hatig itt maradtam. Egy ilyen helyzet eddig nem nagyon ismertem, hogy volt, mintha bemennék egy munkahelybe, és csak ezen a képen dolgozom. Körülbelül 3 hét alatt készült el a kép, ami nekem viszonylag sok, de ez a legnagyobb festményem, és ez egy ilyen, most is, ha ránézek, még mindig találom el olyan részleteket, amiken lehet még dolgozni. Ez egy soha nincs kész a kép. És mi mindannyian egy olyan illúzióban élünk, hogy el vagyunk, hogy szeparálva vagyunk, holott sokkal több minden összeköt minket, mint ami külön választana.